szétfolyik a dolog. De a Katika az elején nagyon jól felvezette, mik lennének azok a pontok, amit szeretnénk, ha a pártok nyilatkoznának, hogy ők ezt hogy látják. Kicsit rövidítsük rajta. Ő vetette fel a pontokat, szerintem azon menjünk végig, és akkor megint nyilatkoztassuk a pártokat. Összeállna bennem is a kép, mi az, amit ők nyilatkozni tudnak, amellett, hogy nincs itt az elnökük, azért fővonalakban gondolom, gondolkodásban beletartozik, nyugodtan tudnak nyilatkozni. Ezt a rendezvényt a civilek hívták össze, tehát szeretnénk megtudni, hogy abban a problematikában, amivel szenvedünk, a segítséget mennyire tudnak adni a pártok. Szeretnénk valami határozott álláspontot hallani tőlük, hogy ezzel szeretnénk elmenni. Tehát valahogy ezt kellene most nyilvánni, és inkább azt mondom, hogy a folytassa Katika. Ennél utána javaslatom, hogy milyen stációkon menjünk végig, majd végén kipipálhassuk, hogy ez meg ez megtörtént. És akkor túl vagyunk minden. Mert kezd egy kicsit, most ha össze is állni, még szét is mondom. A lakhatás kérdőnk. Jó, akkor a Zoli még hozzászól a lakhatáshoz, és utána akkor léphetünk a következő. Örülök, hogy a végén szóltam, a kooperációs hozzászólásra nem örülök, mert ő adta az ötletet. Gyakorlatilag ma is megvan az a lehetőség, hogy mindenkinek legyen lakhatása, csak nem tartják be a jogszabályokat. Ezelőtt 3-4 évvel még valamelyik szocialista kormány alatt hoztak egy jogszabályt, hogy az önkormányzatnak adóvásárlási joga van a lakásárberezések kapcsán. Érdekes módon ez a rendelkezés elsítva. Tehát gyakorlatilag, ha a végrehajtók tisztességesek lennének, és nem a nemperek vennék meg az ingatlanokat, akkor gyakorlatilag Magyarországon senkit sem kellene kilakoltatni. És az önkormányzatoknak van egy olyan lehetősége, hogy bármilyen kilakoltatandó személynél az ingatlant megvásárolja az önkormányzat. Ha a kormány csak annyit csinált volna, hogy a 500 milliárdos MOL részvény helyett 200 milliárdot betolál az önkormányzatnak, ma Magyarországon senkinek sem kellene az utcán lennie. Tehát én egyetértek azzal, hogy a végrehajtókat kell megregulázni, a végrehajtókat, mint magánszemélyeket azonnal meg kell szüntetni, vissza kell állítani a bírósági rendszerben történő végrehajtásokat, a végrehajtói rendszert, a végrehajtók ne lehessen állami fizetést kapjanak, és ne lehessenek harácsolók. Én gyakorlatilag ezzel megvonulva a lakhatás, mert ezt már a korábbi kormányok megoldották, csak a végrehajtók szabotálták el. Köszönöm. Köszönjük szépen. Én akkor úgy gondolom, hogy a pártok mindnyájan, akik most itt vagytok, a lakhatási jogot természetesen állampolgári jognak akarjátok majd tekintetni, illetve gondolom most mindnyájan így is tekintünk rá. Az a kérés merült fel a civil oldalról, hogy hogyan lehet majd azt kontrollálni, amennyiben bekerültök a parlamentbe, hogy ezek az új képviselők valóban megtesznek-e mindent annak érdekében, hogy a megfelelő szabályozási hátteret megtámadják, és addig támadják, amíg csak lehet, tehát hogy elmehettek a végsőkig. Volt egy olyan felvetés, ezt majd esetleg aki már pártvonalon tájékozottabb az elmondhatja, hogy körülbelül egy év a választások utánig már az a periódus, amikor ki kell derülnie, hogy a bejutott kis pártok el tudnak-e érni egyáltalán valamit. Ezek a civilek azt találták jó megoldásnak, hogy viszont ha egy év alatt ezeknek az új kis pártoknak, ennek a néhány embernek semmiféle eredménye nincs, akkor viszont nagy durranás keretében egy olyan nagy visszhangot kiváltó, úgymond felállni a parlamentben és kivonulni onnan című akciót bevállalnak el ezek a kis pártok. Ezzel is tudomására hozva a civileknek, hogy valóban nem csak a pénzért mentek be, tehát nem azért kezdtek most ezek a kis pártok alakulni, mert sajnos a civil szférában most ugye elterjedt el, ezt be kell látni, hogy az új pártok azért alakultak, mert pénz van a pártosodásban. Mit tudtok ezzel kapcsolatban bevállalni a civilek felé? Nem tudom, ha szeretne, akkor először pártvonalon ehhez hozzászólni. Mi István, nyugodt. Egyszerre. Jó. Mi körülbelül egy formán? Elég kényes kérdés ez. Sokszor kérdezik meg tőlem, hogy és akkor mondjuk adókérdésben mihez állnátok oda az egy kulcshoz, vagy a több kulcshoz, mi legyen az EU-val, kilépjünk vagy maradjunk.
És ez is egy ilyen kérdés, hogy ígérjem meg, hogy egy év múlva mit fogok csinálni a parlamentben. Azért nem tudok erre most biztosat mondani, mert ha megígérem neked, hogy egy év múlva én felállok, akkor nekem fel kell állnom. Világos, hogyan mérjük azt, hogy mit értünk el, tehát mivel értünk el valamit. Hányan jutunk be? Csak mi jutunk be négyen, mert ugye 5% küszöbben négy ember fog bejutni, vagy bejut-e a 4K is, és ők is ott vannak négyen, akkor az már ugye 10%. Tehát azért 10%-kal erősebbek vagyunk, de bejut-e még 3 másik párt is az új erőkből, és akkor már van 25%-unk, tehát mindenképpen más tudunk elérni mind a két esetben. Én azt gondolom felelősen ígérni, csak azt lehet, hogy ugyanazt, amit eddig csináltunk. Ugyanolyan keményen, ugyanolyan határozottan, és ha nem megy a parlament, akkor azon múlik, hogy mit érünk el, hogy hányan jönnek ki a Kossuth térre, amikor mondjuk ti vagy mi felszólalunk, vagy képviselünk valami olyan ügyet, ami valóban az emberek érdeke, és nem ezek a hazárulók le akarják söpörni. Mert hiába juttatunk be bárkit a parlamentbe, ez az elmúlt 24 évben is láttuk, mert azért volt néhány olyan, aki szeretett volna ott valamit csinálni, de a pártfegyelem, vagy bármi megfélemlítés, nem tudjuk, mert nem voltunk még ott, hogy ezek csak legendák vagy igazak, de valamiért mégsem tudták végigvinni. De azért nem tudták végigvinni, mert az emberek azt hiszik, hogy leadom a voksomat, és akkor én kész vagyok 4 évre, vagy ugye a ti esetetekben most 1 év múlva meg számon kérem. Nem, ez nem így működik. Eleve bejutni ti is és mi is, csak akkor fogunk tudni, hogyha az emberek elkezdik egymás között terjeszteni az igét. Minden héten csinálnak ilyen összejöveteleket, mert nekünk nem lesz médiánk. Kiszámoltuk, hogy mennyi a média, gyakorlatilag alig fogunk tudni megszólalni a törvények szerint, ezt is ügyesen kitalálták, hanem az kell, hogy ezek az emberek a barátokkal, a rokonokkal összeüljenek, és azt mondják, hogy figyelj, te nem mennél el szavazni, mert egyik se akartál szavazni, gyere, mert itt van most új erő, és akkor menjünk el szavazni, és ha csak ezt elérjük, és csak azok az új erőkre szavaznak, akik egyébként nem mentek volna el, akkor bizony a parlamentben 4-5 új erő lesz. És nem az a cél, hogy mi valamennyivel benn legyünk, hanem sokan legyünk benn, mert az lesz igazi népképviselet. Tehát én azt gondolom, hogy felelőtlen ígéretet nem tennék, még akkor sem, ha ezzel népszerűtlenné válnék. Én azt tudom mondani, hogy ugyanezt fogom tenni, mint amit eddig tettünk, és ezzel a párt elnöksége is teljes mértékben egyetért, és támogatja az engedetlenségi akciókat, az utcai akciókat. Az egyetlen elvárás, hogy nem támadhatunk rá rendőrökre, nem csinálhatunk erőszakos akciókat, amivel egyetértünk is, itt elég sokan emellett vannak, de az, hogy odaálljunk valakinek megvédeni a házát, az autóját, vagy bármi egyet, az teljesen természetes dolog. És mérjétek le, tehát ez ne olyan legyen, hogy én megígérem, hanem akkor gyertek oda a lakásomhoz, mint ahogy mi is oda mentünk néhány hazaárulónak a lakásához, és mondjátok azt, hogy Laci, te nem vagy odavaló, vagy ez a párt nem odavaló. Mert ez is azt jelenti, hogy te teszel érte, tehát a civilek, akik minket oda jutottak, ők tettek érte. A kérdés az arra vonatkozott, most teljesen mindegy, hogy egy párt ülve 4 emberrel, mert akkor ugye az a 4 ember vajon mit tud tenni, és vajon meddig húzza ott az időt, ha nem tud tenni semmit. Tehát erre vonatkozott a kérdés, hogy mi az az időpont, amikor azt mondjátok, hogy na, most én kijövök innen, mert most már engem bedarál ez a képezet, és egyszerűen nem tudok előjönni. Tehát itt a bedarálás fogalma volt a... De a kérdés az az volt a civilek részéről, hogy mi az a pont, amikor azt kell mondja egy újonnan bekerült pártnak, hogy valóban 4-en kerültünk be, és mi 4-en itt innentől kezdve nem tudunk, mert fal van, nem tudunk tovább menni. Ez volt a legnagyobb, a legtöbb embernek ez, én ezért teszem ezt fel neked, a legtöbb ember ezt kérdezte, hogy és akkor meddig fognak ott majd melegedni, úgymond az új pártban. Bocsánat, ez még... Kati, fussunk vele a többieknél is, és legfeljebb ezt még fussuk új körökbe, jó? Most már elmentem a kérdésedet. Ez egy nagyon fontos. Az a lényeg, ha mondjuk magamra levetítem a kérdést, bejutok 20 000 ember szavazatával a parlamentbe, az a 20 000 ember milyen számon kérde. Ő... Egy év múlva is ővel én kötök akkor... egy társadalmi szerződést akár szóban, hogy ha én nem teszem meg a dolgomat, amiért beküldött, visszahívva, akármelyik pillanatban, felsoroltam az előtt. A demonstrációk szervezése, az interpellációk, a törvényjavaslatok, ezek mind azt mutatják, hogy én dolgoztam. Ha megjelennek köztük 2 havonta egyszer egy fórumon, és összegyűjtöm a véleményüket, és azt összecsatoltam, viszem be a parlament elé, akkor dolgoztam.
ha eredménytelen vagyok a nagy pártok vége, attól az még nem jelenti azt, hogy én nem végeztem el a munkámat. Itt a probléma. Tehát akkor még a képviselő, attól még további 3 évig küzdhet és verekedhet, de meg lehet fordítani a dolgot, üljünk fordítva valóra. 20 000 ember úgy érzi, hogy nem képviseltem rendesen az érdekeit, én bebizonyítom, hogy igen, és akkor gyerekek, most csináljunk egy utcai demonstrációt, én megkérdetem, és tessék jönni velem. Ez így működik, mert ha nem így működik, akkor engem nem vonhat senki felelősségre. Ennyire egyszerű a dolog. Nekem nem kell semmit sem megígérnem különösebben, hogy mit fogunk csinálni, hogy mit nem fogunk csinálni, hogy bejutunk a parlamentbe, hiszen direkt úgy dolgoztuk ki az egész pártnak az alapszabályát, és úgy alkottuk meg a pártunknak a működését, hogy nekem ne kelljen megígérnem semmit, hanem a párt tagság dönti el, hogy ezt én megtettem, vagy nem tettem meg, ha bekerülök a parlamentbe. Magyarul a visszahívhatóságról beszélve már többször előkerült. A mi pártunkban az összes tisztségviselő visszahívható. Ha a pártagság kezdeményezi, hogy mondjanak le, akkor egy aláírásával kezdeményezhet visszahívási szavazást. Tehát, ha ti beléptek a 4K-ba, ami egy nyitott párt, bárki beléphet, az internet regisztrálásra beléphet, akkor el tudja dönteni, lehetősége van véleményt alkotni arról, hogy elvégeztük ezt a munkát, vagy nem végeztük ezt a munkát. És azt gondolom, hogy ez a demokráciának a minimuma. És azért nem működnek ezek a pártok, azért térítették el a gazdasági politikai elit, azért tudott így összefonódni, és azért tudta eltéríteni a valódi népképviselettől a pártokat, mert nincs a pártok tagságában, pártok tagságának nincs lehetősége a pártvezetőkről véleményt mondani, hanem a pártvezetők teljhatalmat kapnak, és mindenféle alkukkal próbálják a saját pártjukat irányítani. Nálunk ez nem így működik, és azt gondolom, hogy ez a politizálásnak a jövője. Azt szeretnénk, hogy minden politikai szervezet úgy működne, hogy a tagságának lenne hatalma a vezetősége fölött, és tessék akkor példát mutatni, hogy hogy működik a demokrácia már magában a pártban is. Mi így adottuk meg a pártunknak a működését. Hogy hol jön ez a pont, azt nem, innentől kezdve nem mi fogjuk eldönteni, hanem a pártunk tagsága fogja eldönteni, hogy hol jön el az a pont, amikor föl kell állnunk, és le kell mondani. És ha a tagság úgy fog dönteni, akkor föl fogunk állni, és ki fogunk vonni. Egyébként mi nem a parlamenti munkára szeretnénk koncentrálni, mi tudjuk nagyon jól, hogy egy kis frakciónak milyen lehetőségei vannak, hogy tud beadni indítványokat, milyen törvényjavaslatokat tud végigvinni. Tudjuk nagyon jól, hogy ez nagyon kevés. Miért kell akarjuk teregetni a szennyest? Addig, amíg kicsik vagyunk, addig, amíg el tudunk érni valamit, akkor megpróbáljuk elérni, és onnantól kezdve a feladatunk az, hogy kiteregessük a szennyest. Hozzuk nyilvánosságra azokat a dolgokat, amik ott bent folynak. És nekünk, azt gondolom, egy kis pártnak az lehet a legnagyobb szerepe, hogy amit el tud érni, azt érje el, és ha nem, akkor hozza mindenkinek a tudomására, és hozza nyilvánosságra azokat az alkukat, amit esetleg őt megkeresték, vagy amit látott, hogy folyt, stb. Azt gondolom, hogy mi szeretünk, az ez lehet a parlamentben, és ehhez nekünk nem kell megígérni semmit, mert ha nem tesszük ezt meg, akkor a tagságunk el fog minket zavarni. Tehát szerintem meg kell tudnunk érteni, hogy mindenki megígért már mindent. Orbán Viktor rettetesen jó dolgokat mondott a demokráciáról, a Gyurcsány Ferenc, mindenki nagyon jó dolgokat mondott, amíg ellenzékbe volt, aztán, hogy oda került, akkor megváltoztatta. Semmi garancia nincsen rá, hogy az ember oda megy és nem fogja megváltoztatni, amit mond. Nincsen rá garancia. Az lehet a garancia, hogyha a pártnak, meg a népnek kontrollja van azok fölött az emberek fölött, akik oda beültek. És mi így alkottuk meg a saját pártunknak a működéseknek. Én? De a Willi, én később volt. A visszahívhatósághoz és a mentálmi okhoz szeretnék egy kicsit hozzászólni. Ez egy kétélű fegyver. Tehát a visszahívhatóság is egy olyan dolog, ugye a pártotok egy nyitott párt, bárki beléphet. Nagyon nagy veszélynek vagytok kitéve. Nem tudjátok azt, hogy ki fog belépni. Ki lesz az, aki majd esetleg egy olyan problémát fog... Tehát ti próbáltok valamit lépni, valamit tenni, ami nem tetszik mondjuk a másik pártnak, egy sokkal erősebb pártnak. Beépülnek közétek, és visszahívnak titeket, mielőtt elérnétek a célotokat. Tehát ez egy kétélű fegyver. Én ezt értem, csak így már vertek szét egyesületeket, a Magyarok Szövetségét és nagyon sok egyesületet, úgyhogy beépültek,
és szépen aprólékosan főszeletelték és tönkretették őket. A mentelmi joghoz visszatérve, a mentelmi jog is egy kétélű fegyver lehet, hogy mikor mentesülhet valaki valami alól. Ugye, hogyha mondjuk a Laciék követik ezt a példát, és továbbra is kiállnak ugye az otthonvédelem terén, odaállnak fizikailag is, megakadályozzák, hogy mondjuk egy lakásból kitenjenek bárkit, ugye ők valahol bűncselekményt követnek el. Érhetnek a mentelmi jogukkal, vagy nem érhetnek? Tehát ez is egy olyan dolog, ami megint egy kétélű dolog. Csak egy tisztázás képen a mentelmi jog, nem azt jelenti, azt látom, hogy félreértések vannak a mentelmi joggal kapcsolatban. A mentelmi jog nem jelenti azt, hogy bárki, aki parlamentnek a tagja, elkövethet bűncselekményt. Nem követhet el bűncselekményt. Tehát, hogyha valaki parlamenti képviselőként vagy jelöltként bűncselekményt követ el, akkor felelősségre fogják vonni, elvileg a törvény szerint, de a törvény nem mondja azt, hogy nem szabad felelősségre vonni, csak akkor, amikor már az ő megbízatása lejárt. Tehát a mentelmi jog azt jelenti, hogy a megbízatása lejárta, után fogják felelősségre vonni. A mentelmi jog arra szolgál, hogy a belügyminiszter ne legyen az ország teljhatalmú ura, hiszen minden parlamenti szavazás előtt letartóztathatná a fél parlamentet, és talán kiengedés azt mondja, hogy ja, bocsánat, tévedtünk, kifizetjük a kártérítést, és viszontlátásra. Ugyanez igaz a jelöltekre is. Nem, a mentelmi jog azt jelenti, hogy a mandátuma lejárta után lehet számon kérni rajta a bűncselekményt. Nem a mentelmi jog az elsődleges probléma, a mentelmi jog az egy nagyon jó eszköz arra, hogy ne a belügyminiszter tudja irányítani az országot. A probléma az, hogy az igazságszolgáltatás nem működik. A probléma az, hogy utána nem fogják ezeket a bűncselekményeket számon kérni, és ez már a bíróságok szervezetének és a bíróságok átalakításának a problémája. Annak a problémája, van-e független igazságszolgáltatás Magyarországon. Ez egy megjelenés. Köszönöm. Ez úgyis akkor derül ki, amikor már élesben megy a dolog, és ehhez, hogy ez ne így legyen esetleg, ehhez komoly jogszabályi háttereket kell látni. Ezt mi most itt nem fogjuk tudni elmondani. Annyit szeretnék a mentelmi jogra kapcsolatban hozzátenni, hogy az én meglátásomban a mentelmi jog az annyit takarjon csak, hogy Magyarországon kívül legyen neki mentelmi joga, de Magyarországon belül a köztársasági elnöknek például elkövetett közlekedési balesetet vagy szétveri a feleségének, barátnőjének a fejét, akkor nem a vakkomandóra fogja rá. Igenis, állítsák bíróságra, teljesen mindegy, hogy országgyűlési képviselő, akármilyen beosztások, Magyarország határain belül ne legyen senki a törvények felett. Ennyi. Ez a mentelmi jog. Külföld. Mindenképpen, amit szeretnétek, tehát a kérdéshez. Igen. Jó. Igen, tehát amit ezzel kapcsolatban, tehát hogy eredményt én nem tudok ígérni nektek, munkát tudok ígérni, és hogy azt képviseljük, amit eddig is képviseltünk. Másképpen, szívből kívánom, hogy ússatok be. Ha bent vagytok, mivel az üléspont határozza meg az álláspontot, másként fogsz odaállni. Ha te oda, Laci, odaállsz, akkor te már magyar parlament tagja vagy. Másként figyel rád a média, másként figyelnek az emberek. Nagyobb felelősség is. Tehát először be kell jutni. Másik, még egyszer mondom, a mentelmi jog egy dologra vonatkozik. Nincs frakciófegyelem, nekem tartozol elszámolásra. Köszönöm. Ugyanezt mondom én. Erzsi, volt-e még a három pont, amit...